a részeg sofőrök adták a legtöbb munkát a rendőröknek. Hát a rendőröknek Fodor Gábor is adna munkát, a liberálisok elnöke. Jó reggelt. Jó reggelt. Egy egészen másfajtát, nem egy közúti ellenőrzést, ami viszonylag kockázatmentes, hanem mondjuk a gárdisták elleni fellépést. Amivel kapcsolatban kialakult az a vita, hogy voltak-e gárdisták a Jobbik március 15-i megemlékezésén, vagy nem voltak. Ön honnan tudja, hogy voltak? Hát azért, mert erre vannak szemtanúk, vannak felvételek, úgyhogy nyilvánvaló, hogy voltak a különböző beszámolók alapján, és a rendőrségnek el kellett volna járni. De a rendőrség hiszen, azt mondja, hogy nem voltak. Hát a rendőrség nem látta jól, hát akkor érdemes megnézni a felvételeket, érdemes a szemtanúkat meghallgatni. Az a helyzet, hogy szerintem ezt komolyan kell venni. Hát vannak bizonyos határok, tehát azért tudjuk, hogy a gárda az olyan, az maga egyenruhájával, a fellépésével, amelyről egyébként már magyar bíróság is kimondta a verdiktet, és kimondta azt, hogy ez lényegében olyan tiltott viselet és olyan tiltott erőszakra és önkényre utaló jelképhasználat, amely nem megengedett ma Magyarországon. Ennek ellenére a jobbikos rendezvényeken rendszeresen feltűnnek, mint ahogy a március 15-i rendezvényen is így történt. Ugye itt a fekete egyenruháról beszélünk, jelentsen az bármit és nevezzék ők az bárminek. Így van, pontosan, hát ez egy erőszakszervezetre utaló egyenruha, és szerintem ezeket komolyan is kell venni, tehát én általában nem vagyok híve annak, hogy olyan értelmetlen és fölösleges tiltószabályokat alkalmazunk, még a számunkra elfogadhatatlan, felháborító vagy gyalázatos eszmékkel szembe is, amelyek korlátozzák egyébként a vélemény vagy gondolatszabadságot, de ha már megszülettek ilyen törvények, független attól, hogy én egyetértek vele vagy sem, akkor ezeket be kell tartani. Csak ez egy nehéz, hogy ki lehet azt mondani, minden fekete egyenruha viselése tiltott. Nem nagyon értem, hogy miért kéne bárkinek is egyenruhában mászkálnia, hogyha ő nem egy rendvédelmi szervezet tagja. De mondjuk ettől elvonatkoztatva, ki lehet egy ilyet mondani? Mert hát ha ki lehet magyar... mondani, akkor azt lehet mondani, hogy minden fekete egyenruha tilos, minden egyenruha gárdista. A magyar gárda egyenruhájával kapcsolatban mondta ki a bíróság, és nyilvánvaló, hogy persze itt lehet trükközni, hogy annak idején Szabó Alberték, aki még emlékszik rá 90-es években, hogy a kezdeti neonáci csoportok azzal trükköztek, hogy egyértelmű színekkel és szimbólumokkal, amelyek a nyilasokra emlékeztettek, nem nyilas keresztet, hanem egy fogaskereket raktak fel mondjuk magukra a karszalagra. Tehát ilyenekkel lehet szórakozni, na de hát azért vélhetően a magyar bíróság sem, hát hogy primitíven fogalmazzak, vagy nagyon egyszerűen nem most jött le a falvédőről, tehát azért lehet tudni ezeket a dolgokat, hogy egy szimbólumrendszerre azért utalnak, még ha nem is tökéletesen ugyanaz a szimbólum, mert azzal a náci érzeteket akarják előhívni. Hát itt is valami hasonlóról van szó. Feltette ezzel kapcsolatban a kérdését Pintés Endre belügyminiszternek, és meg is kapta a választ, hogy a rendőrök nem észleltek gárda egyenruhához hasonló egyenruhát a március 15-i rendezvényeken. Valószínűleg félrefordultak akkor a rendőrök. Egyszerű félrefordulni? Hát persze, természetesen egy régóta ismert jelenség, tehát ugye én már a 90-es években is, amikor küzdöttem azért, hogy a rendőrök lépjenek fel határozottan például a különböző fasiszta jelszavakat és náci jelszavakat skandáló futballszurkolókkal szemben, a rendőrségnek általában mindig az volt a védekezés, hogy kérem szépen, hát tessék nekünk nagyon szigorú jogszabályokat alkotni, mert a jelenlegi jogszabályok alapján nem tudunk fellépni. Az akkori jogszabályok alapján is fel lehetett lépni, a mostaniak alapján is fel lehet lépni, és persze állandóan a rendőrség kibúvót keres, mert az egy konfliktus, az egy nehéz helyzet. Mert valóban helyben a rendőrnek el kell dönteni, hogy akkor most az a fekete egyenruha milyen. Vállalni kell a döntésének a következményeit. A rendőr is általában úgy van, hogy miért kéne nekem erről dönteni, miért kell nekem esetleg bíróság elé járnom, hogy most helyesen döntöttem, vagy sem, vagy a feljebb valóim felé megindokolni, hogy hogyan döntöttem. Hát akkor nekem mindig az az egyszerűbb, hogyha alkotmányba korlátozzák, tiltsanak be mindent, és akkor sokkal egyszerűbb a dolog. És sajnos jön ilyenkor a magyar kórus, ugye az a magyar nép, vagy magyar nemzet, amely mindig hozzászokott ahhoz, hogy neki megmondják, hogy mi van, és nem a saját döntése alapján kell meghozni bizonyos dolgokat, és akkor jön általában a közvélemény kórusa, és követeli, hogy tessék betiltani a vörös csillagot, a Horog keresztet, a holokauszt tagadást, és így tovább, mert majd azt gondoljuk, hogy azzal kevesebb lesz a nácizmus, vagy kevesebb lesz a szélsőjobboldali gondolkodás. Ehhez képest másfél millió szavazónál tart a Jobbik. Tiltjuk be folyamatosan ezeket, egyre inkább növekszik a szavazat a másik számon. Csak ezért? Ugye azt mondják, nem csak ezért, Bodnár Zoltán által
a liberálisok gazdaságpolitikusa által, hogy Magyarországot egy csaló és dilettáns kormány vezeti, Magyarország ennek a kormánynak az áldozata. Lehet, hogy ez erősebb, mert hogy a Jobbik az egyetlen, amelyik még nem próbálta meg magát a kormányon, ők ezzel szoktak hivatkozni. Így van, hát és valóban biztos sok ember számára döntően ez növeli a Jobbik szavazószámot, tehát azért csatlakoznak sokan, egykori MSZP szavazók is egyébként látjuk tömegével ma Jobbik szavazók, meg a Fidesztől leszakadó szavazók egy kis része is most Jobbik szavazó lett. Tehát valószínűleg ezért csatlakoznak sokan, mert azt gondolják, hogy hát kérem szépen, itt a Fidesz-KDNP már lejáratta magát, a szocialisták, a liberálisok is már mindenkit a rendszerváltás óta, és hogy hát akkor marad ez az egyetlen Jobbik, amelyik úgyis olyan kis aranyos arcot mutat az utóbbi időben. Hát egyszer ki lehet őket próbálni. Szóval azt nem árt szerintem leszögezni minden demokratikus erőnek és civil mozgalomnak, hogy akik beleszállnak abba a hamis kórusba, amely szembe megy a történelmi tényekkel és ostobaság minden elemébe, ez az elmúlt 25 évezés, tehát hogy jaj, az a rendszerváltás milyen rosszul sikerült és milyen csúnya dolog volt, piacgazdaság, demokrácia milyen csúnya dolog volt, ugye amit hallunk folyamatosan bal és jobb oldalról és civil tüntetőktől, vagy egy részéről, a civil tüntetők egy részétől, mert a, hogy mondjam, az szerintem józanabbak azok nem ezt mondják, láthatóan jó néhány tüntetésen. Ez azért is rossz, mert ez egyértelműen mindig a Jobbik szavazóbázisát növeli az előbb elmondottak miatt. Egyébként meg hamis is, mert Magyarországnak a rendszerváltás utáni első 12 éve sikeres volt, a második meg kudarcos. Na jó, de mit kezdjünk ezzel az önök által csalónak nevezett kormánnyal? Hát a kormánnyal szerintem sok mindent lehet kezdeni, például le lehet váltani választásokon. Veszprémbe sikerült megüzenni neki a választóknak, a kormánynak, hogy nem ő belőle kér, hanem megválasztották a liberális értékrendet képviselő, és egyébként az ellenzék és civil szervezetek által támogatott Kész Zoltán, és remélem, hogy Tapolcán is, ahol persze sokkal bonyolultabb a helyzet, és sajnos a Jobbik egy esélyes jelöltet indított, remélem, hogy ott is sikerül megállítani a jobb oldalt, akár legyen szó Fideszről, akár például a Jobbikról. Ezt tudjuk ma csinálni. 2018-ra pedig le kell váltani a kormányt. Addig pedig minden alkalommal, amikor meg lehet mutatni neki, hogy eddig és ne tovább, mint például az időközi választásokon, meg kell neki mutatni demokratikus körülmények között ez a mozgásterünk. Beszélnek Orbán Viktor személyes felelősségéről, megállapítható a köztörügyben Orbán Viktor felelőssége? Úgy ítélik meg? Szerintem igen, több okból is. Hát maga a miniszterelnök vállalta azt, és azt mondta, hogy ő adott utasítást arra, hogy a pénzeket a broker cégektől és a különböző befektetésekből vegyék. Na, de milyen jó vezető, megpróbálta megmenteni az állam pénzét. Ez nem felelősség, ezért dicséret jár, hát, ugye így is állítják be. Igen, fantasztikusan jó vezető, könnyen lehet, hogy ezzel a lépéssel döntötte be egyébként ezeket a cégeket, és a kis befektetők, akik ugye az 1-2-3 millió forintukat betették ezeket a cégekhez, most futhatnak a pénzük után. A másik része a dolognak pedig az, hogy eleve nem kellett volna, azt gondolom, nem lett volna a lehetősége normál körülmények között egy tárcának, mondjuk egy külügyminisztériumnak kockázatos befektetésekbe pénzt tenni. Hát milyen alapon vállalkozik egy minisztérium arra, hogy az adófizetők pénzét egyébként láthatóan fedezet nélküli nagy betűkkel felhívják a befektetők figyelmét rá, hogy súlyos kockázattal rendelkező befektetés és oda helyezik be. És úgy gondolják, hogy ez Orbán Viktor tudomásával történt? Hát a miniszterelnöknek ezekről tudnia kell, vagy ha nem tud róla, akkor az a probléma, ugye ez a klasszikus történet megint csak, tehát hogy azért itt lényeges dolgokról van szó, tehát egy miniszterelnöknek arra engedélyt kell adni, hogy kockázatos befektetésekbe az adófizetők pénzét berakhatják a tárcák, hogyha erre ő nem adott engedélyt, nem tudott róla, akkor alapvető problémák vannak a kormányzással. Fodor Gábor, köszönöm szépen. Én köszönöm.